azért jelentkezek be, hogy megtanítsanak titeket levelet írni annak a személynek, aki narcisztikus személyiségzavarral küzd és bántalmazott titeket. A múltban vagy bántalmaz titeket a jelenben, aki ilyen emberekkel van napi szintű kapcsolatban, vagy akármilyen kapcsolatban. Biztosan elérkezett már egyszer ahhoz a ponthoz, ahol nem beszélt ezzel a narcisztikus személlyel egy ideig, viszont rengeteg mindent el akart volna neki mondani, de nem lehetett, mivel ugye nem beszéltek. Van az áldozatokban egy ilyen iszonyatosan nagy vágy, hogy mindent kitálaljanak, leírjanak, megmondják a tutit, elmondják részleteket, hogy mit éltek át, miért reagáltak úgy, ahogy hogy esett minden ebben a kapcsolatban. És megvilágítsák a narcisztikus személyiségzavaros ember számára, hogy milyen a másik oldalon lenni, tehát hogy az áldozat mit él át az abúzus során. És valószínűleg sokan közületek már megpróbált levelet, sőt, el is küldte azt a levelet. Én is küldtem már levelet nagyon sokat, nem csak egy narcisztikus személyiségzavaros embernek, hanem többnek is, mert sajnos többel is összeakadtam. Aki írt már ilyen levelet, és kapott rá választ, az tökéletesen tudja, hogy nincs kedvem. A választ levél. Valószínűleg sokkal hosszabb, mint a te levelet. Ádámtól és Évától kezdődik. Mindenről szól, csak arról nem, hogy ők bármiben is hibásak. Bármit is belátnak, bármiért is bocsánatot kérnek. Ha esetleg véletlenül szerepelt a bocsánatkérés a levélben, vagy a reakcióban, tudnotok kell róla, hogy az hazugság. Na de, hogyan is írjunk levelet egy narcisztikus személyiségzavaros embernek? Úgy, hogy a válasz ne az legyen, hogy még több bántást kapunk, még több elnézést szort a nyakunkba. Én írtam egy levelet annak a személynek, aki engem bántalmazott. Leírtam benne mindent, amit el akartam neki mondani. Elmondtam neki, hogy mit érzek, mi az, amit szeretnék, miben lenne jó, hogyha megváltozna. Milyen gyakran szeretnék vele találkozni, beszélni, együtt eltölteni időt, stb. Nagyon részletesen leírtam mindent. Két oldalas lett a levél, és ezt meg is fogom nektek mutatni egyébként, nem sokára. De előtte el szeretném mondani még azt, hogy teljesen mindegy, hogy papír alapú a levél, vagy üzenet, vagy e-mail. Csak ne telefon legyen. Mégpedig azért, mert írásban azt hiszem, sokkal egyértelműbben ki tudjuk fejezni a gondolatainkat, és van is időnk arra, hogy összeszedjük ezeket. Nagyon óvatosan kell fogalmazni, hogyha egy narcisztikussal próbálunk kapcsolatot teremteni. Szóval mutatom a levelet, amit a narcisztikus személyiség zavaros bántalmazómnak el akarok mondani, az ez. Ez pedig a másik oldal. Jó? Ez mind, amit el akarunk nekik mondani. Az összes információ rólunk, hogy mi van velünk, hogy hogyan élünk, hogy milyen érzéseink vannak, kikkel találkozunk, velük mit beszélünk, és ez hogyan emlékeztet erre a narcisztikus személyiségzavaros emberre, az mind ebben a levélben van. Ez volt mára, amit tanítani akartam nektek. Legyen csodálatos a délutánatok és az estétek, illetve a reggeletek, hogyha éppen olyan földrészen vagytok. És ne feledjétek, no contact. Bye!